Na, villám gyorsan pakolok be a stégre. Tószegre érkeztem ki az imént egy pár perccel ezelőtt, és megy le a nap, sötéterik. Alig van pár percem még világosból, úgyhogy addig meg akarom csinálni a bepakolást, meg bójázást, tetetést. Villám gyorsan, ugye a helyet nem kell keresni, azért nagyjából ismerem, hogy hol mozognak a halak. Villám gyorsan pakolás van, csónakot vízre dobtam. És akkor gyorsan kezdődik a mai napi peca. Hát nem mint, hogy nem napi, hanem éjszakai. Ugyanis lehet éjszaka horgászni most Tószegen. Februárban beköszöntött az április. Úgyhogy nagyon jó idők vannak. Ott is van már kettő bója, és akkor gyorsan bevezek, szembe bebójázok, meg ide jobb oldalra terveztem még ebbe a kis öbölbe a másik kar be, úgyhogy nagyon is húzom az időt, mert kezd sötétedni. Úgyhogy ez az év ötödik tószegi horgászata. Januárban nagyon jó idők voltak, akkor voltunk kint, nyomtuk a pecát. Most meg szintén beköszöntött a tavasz, vagy már lassan kora nyár, így februárban. Na, hajra! Hú, milyen mély a víz most, te jó. 2 méter feletti víz van itt. Nagyon komoly. Aha, itt már csökken. De itt még nagy az iszap. Még az se az igazi. Na, itt. Ezt talán meg is fogom tudni dobni. És be a búj, és akkor ez szuper, akkor szépen elé etetek. Hát a nádasig jó lenne ki húzni, de ezt nem fogom tudni meghorgászni. Egyszer kukorica az bement, pellet. És akkor pár gombóc etetőanyag, tényleg csak, hogy meggyorsítsuk így a horgászatot. Legyen bent aroma, íz, ami ide csábítja a halakat, ne csak a szemes anyag. Kész is akkor az etetésünk, ennél többet nem is szállnak. És akkor a másik hely pedig, most oda tartunk, az pedig ott a stégtől balra van. Itt van egy kis öböl, és akkor azt fogom meghorgászni. Így. Mehet is be a bója. Itt van az öbölnek a széle, és akkor a bója és a nádas közötti részt fogom megetetni. Ezt fogom meghorgászni. Szintén megy a szemes anyag. Szépen ki van tisztítva a stég környéke. Nádat levágtam, úgyhogy nagyon baba, a vízállás az tökéletes. Ennyi. Na, hát lehet is kezdeni akkor a pecát. 2 féderbotot hoztam a mai napra. Egy 390-es heavy-t és egy 360-as medium heavy-t. Heavy-vel fogok távolabb bójára horgászni. A medium heavy-vel pedig csak ide a közelbe. Etetőanyagok bekeverve. Majd napi kulkápos etetőanyagot hoztam, fokhagymás ízesítés, kivi, illetve ilyen téli pelletbox van még bekeverve, 3 fajta etetőanyag, és a szintén kulkápos csalizó bojli, ananászos és epres, ezekkel fogok most csalizni, próbálkozni. Hát el tudnék csípni nagyobb pontyot, meg amúrt is, mert hogy fogják a tavon az amúrokat, már 2 is elcsíptek, amit csak én így hallottam. Úgyhogy ráadásul az egyik az 10 kiló feletti példány volt. Úgyhogy na hát, ha a mai nap sikerülne nekem is valami hasonló szép fogás. Nézzük akkor. Kis horoggal horgászok, ez a kis 10-es horog. 35 g-os lapos metód kosár. Úgyhogy lehet finom, könnyű szerelék. Ennyi az egész. És akkor kezdjük egy fokhagymás ízesítéssel. Ó,
már is kapás. Az az, hogy nem, már csak én húztam. Jó is lenne. Így is van. Tetejében ott van a kis epres, oldódó, miniboyli, 10 mm-es, és nagyon jó fokhagymás ízesítés. Ki van akasztva a klipsz, még világosba dobtam egy párat, úgyhogy át tudok dobni a bójáig szépen. Hát most is azt a távolságot kéne megdobni. Az irány az meg már, hogy itt horgászok, vagy 6 éve, már a kezemben van egyébként meg a távolság is, mert az a bot, ez már vagy 10 éve megvan, úgyhogy tudom, hogy hova kell dobni, akár csukott szemmel is. Ne nézzük, remélem nem szakad most be. Úgy, és hát ez rövidebbre sikerült, de nem sokkal, csak egy méterrel körülbelül. Nem is baj, legalább ha szalad a hal, akkor lesz egy kis távolság neki. Viszont még mielőtt leraknám a botot, meg kell jelölni, el ne felejtsem, zsinór jelölővel. Ennek az orsónak már ilyen gumírozott a klipsz kialakítása, kerek alakú, tehát nem kell gumizni. Fölösleges, csak hulladék keletkezik. Ha eljut odáig a hal, akkor szépen kiakasztom majd. Remélem nem lesz meg az a szokásos mozdulat, hogy szakítani kell, és egyből rántom a zsinort, mint a guminál. Mindegy, meglátjuk. Egyáltalán legyen kapás, jussak el odáig. És akkor a jobbos botra pedig egy wafters fog fölmenni, egy ananászos, és egy 40 g-os lapos kosár. Így, és akkor erre, ebbe meg megy szépen ez a pellet. Mehet is be akkor a szárkó. Hát ír az ír a közeli bójához megy. A lámpa fényénél is tökéletesen lehet látni. Piros sárga, narancssárga, ilyen fényvisszaverős csíkok vannak rajta, és a bója is a nádas közé etettem. Az oda is ment. Oké. Várjuk akkor a halakat. Hú, de szép kapás. Hoppá, meg is van az első hal. Fék. Az pont lesz. Na, úgy néz ki, hogy az első pontjom azt sikerül megfogni. Így éjszaka. Szépen itt van már a stég előtt. És meg is van az év első potykája. És nem is rossz hal. Kis oldódó mini boilit csípt el. 2024 első potyasz egy nagyon szép pikkelyes pont innen Tószegről. Egy ilyen 2 kiló körüli példány lehet. Nagyszerű. Hát nagyon örülök neki. Hát január óta már lassan 2 hónapja, hogy járogattunk ki ebbe a jó időbe, de nem sikerült átcsípni egyet se, és most itt van. Na, remek. Hát jó helyre kellett jönni. Próbálkoztunk sok helyen. Ebbe az évben, hát nem a legszebb visszaengedés, de ez az, remek. Nem is kezdődhetne jobban. Nagyszerű. És akkor az etetőanyag, amit használtam, az fokhagymás volt, és hogy nézem az oldódását a bojlinak, ez még visszamehet, simán bírni fog még egy fél órát. Gondoltam, hogy ez a fokhagymás ízvilág ebbe a hideg vízbe fog működni, egy epres csalival kombinálva, és hát úgy, mert az etetőanyag ugye ez a fokhagymás volt benne. Jó erős fokhagyma illatot fogok árasztani majd, de hát ha ilyen szép pontyok jönnek, akkor megéri. Kész is. Újra beélesítve a szerelés, úgyhogy jöhet a következő hal. Úgy de szép kapás volt a franc egy meg. Hál' Istennek. Na, itt a következő hal. Ha minden igaz. Valószínűleg egy keszeg lesz. Vagy egy kárász. Hát étvágyuknál vannak a halak, hál' Istennek. Szuper.
igen. Szép példány. Szuper. Na, mehet is vissza, hogy ússzon. Ez a két kapás között körülbelül egy 20 perc telt el, azért olyan óriás intenzív forgászat nincs, de szerintem a holnapi hajnal lesz majd az igazi. Az éjszaka most csak ilyen próba pete, de hát ahhoz képest nagyon szépen lehet fogni. Mehet is be akkor a helyére a szerkó.